18, köztük három nyíregyházi atléta képviselte a magyar színeket a romániai Aradon megrendezett Dobó Európa kupán. A felnőttek között súlylökésben induló Kerekes László elmaradva egyéni legjobbjától 15 méter 98 cm-es teljesítménnyel a 14. helyen végzett. Az U23-asoknál diszkoszvetésben Káplár János 56-31-es eredménye a negyedik, Kerekes Dóra 51-08-a pedig az ötödik helyhez volt elegendő. Külön értékelték a csapat teljesítményeket is, a pontverseny alapján az U23-as nők elsők, a férfiak pedig másodikok lettek, így Kerekes Dóra egy arany, Káplár János pedig egy ezüstéremmel gazdagodott az Európa kupán. Kerekes László edzőben az érmek ellenére is maradt némi hiányérzet. Nagyon jól melegítettek, nagyon jól versenyeztek, nem tudom, talán kicsit túlgörcsölték, érezték, hogy nagyon jó állapotban, nagyon jó formában vannak, nagyon jól melegítettek, és általában ilyenkor az szokott lenni, hogy az ember, amikor egy kicsit túlgörcsöl, túl erőködik, akkor technikai hibához vezet, és ez jelentette azt, hogy nem tudták hozni azt, amire a melegítések alapján elvárható lett volna. A bemelegítő dobások után Káplár János is jobb eredményt várt magától, mint a bő 56 méter. A mezőny az ugyanaz volt, ami a tavaly Európa-bajnokságon volt, kivétel egy-két ember persze. Így arra tekintve a negyedik hely az annyira nem rossz eredmény, viszont az 56 méter 31-et, amit elértem, az jóval kisebb, amennyit szerettem volna, mert melegítőre 58 felett kétszer is dobtam. Szerettem volna egy egyéni csúcs közelébe legalább egy egyéni csúcsot dobni, de mondjuk erről most lemaradtam, aztán készülünk tovább keményen. A jövő héten a három Aradon szereplő nyíregyházi atléta Szikszai Róbertel kiegészülve 2,5 hetes portugáliai edzőtáborozásra utazik, amelyet egy montenegrói felkészülési tábor követ majd.